Ukrajna 37 milliárd dollárt szeretne idén, hogy működőképes maradhasson. Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszterrel a CNN-nek adott interjújában arról beszélt, hogy Kijevnek nincs B-terve arra az esetre, ha a nyugati katonai segélyek elmaradnának. Szakértők szerint Ukrajna képtelen lesz folytatni a háborút, ha a pénzügyi támogatás elmarad. Barna folytatja. Köszönöm szépen, Kis Rajmúddal folytatjuk majd. Kifejtjük a részleteket, a Matthias Corvinus Kollégium diplomáciai műhelyének vezetője. Jó estét! Jó estét kívánok! Hát itt meglehetősen ellentmondásos vélemények vannak. Ugye Ukrajna követeli a támogatást, bár már azt mondta az ukrán külügyminiszter is, Dmitro Kuleba, hogy Ukrajnának nincs B-terve arra az esetre, ha a nyugati katonai segélyek elmaradnának. Egyébként meg John Kirby, a Fehérház nemzetbiztonsági szóvivője, azt mondja, idézem, az Egyesült Államoknak már nincs eszköze Ukrajna további támogatására, sőt, annak a mennyiségnek, amelyet Joe Biden elnök aláírt még december végén, nem szállították le az összességét. Akkor hogy van ez most? Nehéz, és az ukrán kommunikáció sem átlátható, nem transzparens, más kommunikál az elnök, más kommunikálnak a miniszterek. Abban talán egyetérthet mindenki, hogy közel 40 milliárd dollárra valóban szüksége van Ukrajnának ahhoz, hogy fent tudja tartani azokat az állami kormányzati intézkedéseit, azokat a egészségügy, oktatás, szociális háló, amivel alaphangon el tud működni az ország. Azt, hogy a külügyminiszter szerint nincs B-terve, az mondjuk inkább ijesztő, hiszen vásárolni sem ajánlom, hogy valaki elmenjen B-terv nélkül. Mi van, hogyha nem kapjuk meg azt a terméket, amit szeretnénk vásárolni? Tehát az a B-terve, hogy A-terv, ez mondjuk külügyminiszterként inkább veszélyesebb. Nehéz helyzetben lesz 2024-ben Ukrajna. Látni kell, hogy az Európai Unióban Európa parlamenti választások lesznek. A tagállamokban biztos, hogy kampánytéma lesz Ukrajna finanszírozása. Látjuk, az elmúlt egy hónapban Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke nem tudta végverni akaratát a szenátuson, miszerint a 60 milliárd dolláros támogatáshoz a republikánusok kérték a déli határrész megerősítését, pont amiről Jóska barátom mesélt, ugye az erős migrációnak a megakadályozása miatt. Érezhető... Na Jóska, az tábornok úr. Igen. Tehát érezhető az, hogy a társadalmakban nagyobb az ellenállás, mint amit hallunk a nyugati politikusok részéről. És a választásokon pedig a polgárok fognak szavazni. Ez már érezhető volt 2023-ban. 2023 második, harmadik negyedévében 50-80%-kal kevesebb pénz és fegyver érkezett Ukrajnába, mint az előző év ugyanazon szakaszában. Tehát érezhető, hogy csökken a támogatások rendszere, viszont enélkül Ukrajna nem tudja tovább vívni a háborúját a világ legnagyobb területű országa ellen. Röpködnek a 10 milliárdok euróban, dollárban, euróban, vagy 37-40 milliárd kellene. Honnan? Hát ez a legnagyobb kérdés. Gyerekkoromból egy strandon elcsíptem egy beszélgetés, mögöttem álltak a sorban, mondták, hogy ígérem barátom, megadom az üvegkonyakot, csak most hív meg egy kis fröccsre. Hát ez történik most, hogy azt se tudjuk, hogy mikor fizetné vissza, honnan tudják ezeket a támogatásokat, miből tudná előteremteni Ukrajnának, már a háború kirobbanása előtt, tehát 2022. február előtt sem volt jó a gazdasági állapota. 2021. novemberétől már 30 milliárd dollárt veszített Ukrajna, a potenciális befektetők nem mentek be az országba, a meglévők nagy része pedig elhagyta az országot, mert féltek a háborús kockázattól. Ezek után pedig tényleg átálltak egy háborús gazdaságra, azt pedig Monte Cuccoli óta tudjuk, hogy a háború az pénz, pénz és pénz kell, nem lesz könnyű helyzetben, ami számunkra nagyon fontos, hogyha az Egyesült Államok nem tudja olyan dinamikusan, olyan mennyiségben támogatni Ukrajnát, ahogy eddig tette, akkor ne várja ezt el az Európai Uniótól, amit egyébként elvár. Ez óriási vita volt már decemberben is Brüsszelben, ugye Magyarország kormánya megvétózta a költségvetést és Ukrajnának a pénzügyi támogatását, de most február 1-én Brüsszelben újra találkoznak az állam és kormányfők. De hát az amerikai külügyminiszter, aztán később az elnök maga is megerősít, megerősített, hogy a támogatások döntő része, 90%-a az amerikai gazdaságnak. Pontosan, Anthony Blinken megerősítette, 90%, sőt, az Egyesült Államok lett a világ legnagyobb LNG exportőre, az LNG az a cseppfolyós gáz jelenti, ez se véletlen, hiszen az európai szankciók hatására, Oroszország elleni szankciók hatására az Egyesült Államok lett a legnagyobb exportőr. És amikor az Európai Unió, főleg nyugati és a balti tagállamok például fegyvert szállítottak Ukrajnának, utána fegyverrendelést adtak le hasonló mennyiségben újabb típusokra az Egyesült Államok részére. Tehát az Egyesült Államok védelmi ipara és az olaj-gáz szektor fantasztikusat fejlődött. Miközben az Európai Unió versenyképessége meg folyamatosan csökken. Magyarországé nem, mert Magyarország tőkevonzó képessége és az exportfejlesztés is valódi sikertörténet már a Covid alatt is, sőt a háborúk óta is, de látjuk, hogy az Európai Unióban ez hosszú távú problémákat okoz. Szakértőket olvasgattam 2-3 napja Ukrajnáról, és azt mondják, főleg angol nyelvű portálokon, hogy most ebben a helyzetben ugye de facto nem tudjuk, de jóra igen, de facto nem tudjuk az Ukrajna határait. Nem tudjuk, hogy hányan élnek benne, nem tudjuk, hogy a gazdaság állapota milyen, sejtjük. Ezen kívül a háború folytatáshoz pénz kellene, beláthatatlanul sok pénz, emberanyag és elszántság. Hát most pénz az vagy jön, vagy nem. Emberanyag, hát látjuk a képeket, hogy az utcán fogdossák össze az éppen újságért elfáradó embereket, már elfáradó, szóval újságot vásárolni kívánó embereket, és elszántság, hát mennyien leléptek az országba, hát nem akarnak meghalni a fronton. 5 perccel azután írja az egyik szakértő, hogy kimentek. És ennek ellenére láttuk december 14-én és 15-én, hogy az Európai Unió 26 tagállama azt mondja, hogy Ukrajna megérett az uniós csatlakozásra, miközben a koppenhágai kritériumok egyik legfontosabb része, nem is emberi jogról beszélek, nem is most a nemzetiségi jogokról, hanem hogy versenyképes gazdasága legyen az országnak, ami fel tudja venni a versenyt az Európai Unió tagállamainak a gazdaságával, esély sincs rá. A területről annyit, hogy a mai napon kb. 18-19%-a Ukrajna területének orosz fennhatóság alatt van. Tehát nem tudjuk valóban, hogy hol lesznek meghúzva, majd remélhetőleg egy talán 2024-ben, 2025-ben várható béketárgyalásoknál Ukrajna határai, és valóban nem tudjuk a lakosságot sem. Azt tudjuk, hogy aki hazament karácsonyozni, azt most nem engedik vissza, és inkább behívják a frontra. Nagyon sokan a határon próbálnak átjönni, aki még eddig nem lépett le. Bár autópályán utaz a Magyarországot, élem az életemet jó szerintem, rengeteg ukrán rendszámú autó, személyautó, nem is az utolsó márkából, hanem a legújabb formációból, teherautókat, furgonokat. Mindig elgondolkodom, hogy ők vajon mit csinálnak itt. Magyarország a háború kirobbanásának első napján felajánlotta a baráti segítséget, félretéve a kétoldalú külpolitikai kapcsolataink turbulenciáit. Azt mondtuk, hogy várunk benneteket, jöhettek, éltek is az alkalommal. Azóta kiderült, hogy ez sem volt annyira átlátható, ezeknek az engedélyeknek a megszerzése, majd a toborzás után is óriási lehetőséget adott a korrupció tovább gyűrűzésére ez Ukrajnában. Most például a határnál álló soroknál egymásnak értékesítenek terméket és próbálnak visszajutni főként Lengyelországba vagy a balti államokba. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.